Új kulturális programsorozat indult városunkban augusztus 10-én. Az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című esemény célja, hogy felhívja a figyelmet örökségeinkre, hagyományainkra. Ehhez kapcsolódik az a kiállítás, amely augusztus 11-én vasárnap nyílt meg a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontjában. A Magyar Mennyasszony című tárlat az elmúlt 500 év női szerepváltozásait mutatja be a mennyasszony szemszögéből. Amire a kiállítás vállalkozik, az tulajdonképpen az, hogy 500 évből egyes női sorsokat, tehát ami itt most tablókiállítás, tehát nem a nagy kiállítás fönt a Budapesten a Nemzeti Múzeumban, hanem itt a tablókiállítás 22 nő történetét mutatja be, koronás főktől, polgárlányokon, cselédlányokon keresztül át. Úgyhogy, és azt mutatjuk meg, hogy vannak elrendezett házasságok, amik akár szerelemmel is végződhetnek, meg olyan is vannak, hogy szerelmi házasságok, amik tönkre mennek. Az interaktív tablókiállításon ruhák, esküvői kellékek, szerelmes levelek is megtekinthetőek, egészen augusztus 16-áig délelőtt 10-től este 6 óráig. Emellett a Szent István Király Múzeum számos más kulturális programmal is készül a királynapok idejére. Ebben a térben került elhelyezésre az a kb. 1000 éves fa maradvány, fa szerkezet, amit ugye most ástunk ki nemrégiben a Nemzeti Emlékhely területén, de ezzel kapcsolódóan ugye a királynapok még folytatódik, és a rendház főépületünk is kiveszi a részét, ahol ugye hat történettel kapcsolatos kiállítás, illetve előadások várják az érdeklődőket, játékos foglalkozásokkal kiegészítve. A királyi napok teljes ideje alatt, vagyis egészen augusztus 20-áig a látogatóközpontba és a Nemzeti Emlékhelyre a belépés ingyenes, minden nap délelőtt 10-től este 6-ig tartanak majd nyitva.